2017. május 6-án a Szent István Római Katolikus Egyház közösség termében rendezték meg a hamiltoni cserkész csapatok az idei cserkész gála vacsorát. Az eseményen a cserkész csapatok lelkes vezetői, Vaski Liza és Pálfi Zsolt köszönetet mondtak a cserkészek szüleinek, a parancsnokoknak, az önkénteseknek és természetesen a cserkészeknek. Az eseményen a Bauer Izabella vezette hamiltoni tánccsoportok két korcsoportban adták elő bájos, humorral fűszerezett és látványosan koreografált műsorokat, amely óriási sikert aratott a megjelentek körében. A torontói magyar főkonzulátus képviseletében Szabó Stefánia főkonzul és Kis Rita konzul vettek részt a rendezvényen, amelyen a főkonzul asszony is köszöntötte a megjelenteket és tájékoztatást adott a közeljövő eseményeiről, a főkonzulátus feladatairól. Az este talán legünnepeltebb része volt, mikor a Szent István Római Katolikus Egyházközség adminisztrátora Joseph Durkac atya, Father Joe, bemutatta a Szent István terem felújításának jóvágyott terveit, és bejelentette, hogy a kivitelezési munkálatok hamarosan megkezdődhetnek. Ezzel végre lezárul a bizonytalanság és a csalódottság időszaka, a hamiltoni magyaroknak így hamarosan ismét modern, tágas, kulturális, közösségi és spirituális központjuk lesz.